Egy személy életét vesztette, amikor autójával fának csapódott Szent Királynál ma reggel. Kecskemét felé haladt egy Skoda, amikor eddig ismeretlen okból áttért a szemközti sávba, majd egy méretes útszéli fának csapódott, és utána többször megpördült az úton. Az autóban egyedül ülő 60 év körüli férfit a tűzoltók csak feszítővágó és feszítőhenger segítségével tudták kiemelni, de a kiérkező mentők az életét már nem tudták megmenteni. A sofőr olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy azonnal szörnyet halt. Az ütközés olyan nagy erejű volt, hogy a gépkocsi motorja és egyik kereke is kiszakadt. A baleset körülményeit szakértők vizsgálják tovább. A helyszínelés és a mentés idejére teljes útzár volt érvényben.